hátunkat, könyvét ajánljuk föl. Mind azokért, akikről ma megemlékezünk, akik jelen vannak, akik nincsenek, és elmúlt hozzátartozóitokért, legyen közös hálatásunk, élőkért és megvoltakért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó Úr, a mindenható Istenünk, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, utólattal, szóval, cselekedettel és urasztással. Én védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szerkőbelem, az összes anyagokat és szentéket, és szíveket testvéreim, hogy van a szívedet élettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezesse el az örök életre. Thank you.
Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, itt az utolsó óra, amit hallottátok, eljön az Antikrisztus. Már eddig is sok Antikrisztus lépett fel, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülük kerültek ki, de nem tartoztak közéjük. Ha közéjük tartoztak volna, velünk maradtak volna. De rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindenki tartozik közéjük. Ti azonban a Szentlélek jelenlétével részesültetek, s ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mint ha nem ismernétek az igazságot, hanem azért, mert ismeritek, és azt is tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származik az igazságból. Ez az Isten ígéje. Valóban, testvérek, a hálátlanság
az egyik legszomorúbb és legnagyobb bűn. És mi hálátlanok voltánk, ha az év végén, az utolsó órákban nem mondtam a köszönetet az elmúlt esztendőjét, és mindazért, ami abban az esztendőben történt. Kedves testvérek, ez a hálátlás és leutánozási számunkra, hogy év végén ugye az üzletekbe kiteszik, hogy elnézést leutánozunk, egy is leutánt kell tartanunk az egyház közösség életében, és a saját kemény életünkben. Mi is történt, hogy járt az év, jobbak vagy rosszabbak lettünk, elmaradtunk ki attól, amit Isten elvárt tőlünk, egy szóval hálásak voltunk-e Isten felé. Kedves testvérek, az Úr Jézus elkívánta a hálát. Emlékeztek rá, amikor Jeruzsálem határában 10 leprás gyógyított meg. Csak 10 közül egyetlen megment vissza, hogy köszönetet mondjon Jézusnak. Jézus elvárta attól, hogy visszament, hiszen számunkére nem mert 10-et gyógyította meg. Hol maradt a többi 9? Nem akadt más, aki hálát mondjon Istennek, csak ez az egyetlen, az idegen szamaritánus volt. Kedves testvérek, hát nekünk hálát kell adni Istennek, és hogy ennek a hálatásnak fényében testvérek, először átnézzük az elmúlt évben az egyház községünkben történt dolgokat. Kedves testvérek, az elmúlt évben egyház községünkben 38 keresztelés történt, 24 fiú és 14 lány. Elsősorban halálozás, halottak száma 27 volt, 15 férfi, 12 nő testvérünk, ők nem érték meg az év végét. Szentáldozásból testvérek 25.000 szentáldozás volt élünk itt a templomban, és 24 első áldozó volt. Kedves testvérek, nagyon sok szentség volt, nagyon sok alkalom volt szentvonásnak, mindenre. Szentkeretet a betegek világnapján 46-an vették föl itt a templomba, ebben nem számítok rá, akik a kórházba vagy odahaza házát kapták. Egy szóval a kegyelmi élet megvolt az emberek számára, és bízunk abba testvére, hogy ez növekedik. Örömmel dolog az, hogy majd 15-tel többen keresztelődtek, születtek, mint ahányan eltemettünk. Tehát az egyházközségünk azért egy kicsit minden évben gyakorolik. Hálát kell mondanom még mindazoknak, akik munkánkra is besegítenek, templom takarításba, rendszeresen, templom díszítésében, a kántoroknak, az énekkarnak, akik a szentmisének a szépségét miért emelik. És most befejezésül testvérek, néhány gondolat az egyház hivatalos imájából, az elgondolkodható, hiszen igen tartalmas önvizsgálatra sarkal minket, ez az egyház utolsó évi imádsága. Mindenek Uram Teremtője meg Isten. Néhány szempillantás múlva ismét vége lesz egy esztendőnek, ellenézett minden bizonytagságával, pedig gyakran gondoltuk, hogy ezek elviselésére gyöngék leszünk. Ellenézett minden örömével, pedig sokszor azt képzeltük, hogy ezek teszi állandó boldogságunkat. Úgy érezzük, fölséges Istenünk, idő és örökké valóság, Uram, hogy számot kell vennünk arról az esztendőről, amelynek végig ezer embertársunk meg sem ért. Félünk úrunk ebből a számolástól, mert érezzük, hogy ismételten védkeztünk ellene, ezért már előre bocsánatodat kérjük. Kevés napja volt az esztendőnek, amely halálos ágyukon kezdésben jutott emlékezéssel fog lelkünkre önni. Ellenben sok olyan napunk volt, ami válunk Istenünk kikérőszik elől, hogy a világ nyújtságainak gondolva könnyelben elvesztegettünk, vagy szent parancsai megszegésre fordítottunk. Nagy Istenünk, ha összehasonlítjuk gonoszságunkat, gonosztásunkat, azzal a kevés jóval, amit tettünk, pirulva kell megvallanunk, hogy érdemtelenek voltunk, kezet vett ajándékokra, mint annyira
könnyű hajtlánok, tó meg sem érdemeltük. Bőven adtak kegyelmenek, tó azokkal sokszor visszaértünk. Urunk és Istenünk, be vagyunk őszintén a gyümölcstelen fátrajunk, akiket megtűzgél kertetbe. Az elmúlt esztendőben megszállálhatatlan kegyelemmel, bőséges testi javakkal elhalmoztál minket. Csak sejteni tudjuk azt a sok testi lelki veszedelmet, amely felünkről elhárítottál. Kegyes üdvözítőn, sokszor felemelte közben járva kezét, hogy ne büntess minket, sokszor esnekebb bűneink bocsánatáért, hiszen hányszor megígértük, hogy életünket megjobbítjuk. De életünkről mi bűnösök, mindottan elfeledkeztünk, és maradtunk, akik voltunk, vagy a rosszat még rosszabbat tervézünk. Urunk, ne szállj szembe velünk, mert a bűneinket tekintet kiállnak meg a te színedben. Töröld el védkeinket az ártatlan bárány Jézus Krisztus vérével, melyből a kereszt oltárán az egész emberiségért kiontott. Őszintén ígérjük, hogy az új esztendőben neked tetsző módon élünk. De vajon mit adjunk neked, Istenünk, ezért a számadásért, jó tételményekért, amely lennünk esztendőben elhalmoztál. Bárcsak világosan látnánk legalább most, amikor elébe kérdelünk, irányunk tanúsított szeretete nagyságát, bárcsak örök hálával tennénk meg a szívünk. De mivel ez a hálaérzet is a te Atya jóságunk adományán, Atya, ezért az esztet utolsó órán eljöttünk Szent Oltárodhoz, hol a szentségben, a kenyér és bor színében fiat közbenjárását kérjük, aki jelen van közénk jött, hogy szívünket, lelkünket, mindenünket oltárra tegyünk. Neked legjobb atyának, Urunknak, Istenünknek, hálát